Kedves Ernő, eltelt most már lassan egy év a film megjelenése óta, szépen terjed, nézik. Ajánlanád-e te is a kedves magyar embereknek, hogy nézzék meg ezt a 100 évvel Tiran után című filmet? Hát először is Trianonnak most már betölt a 100. évfordulója. Ez a török hódoltság 140-valahány évének már több mint a kétharmada. Ez már elég hosszú idő, főleg a magánemberek életében legalább 3 vagy 3,5 emberöltő generációs időt jelent. Tehát mindenképpen kellettek volna még több olyan filmek, amelyek minden részletre kiterjedően a Magyar Királyság szétdarabolását bemutatják. Rendkívül fontos ebben az esetben, hogy az ok és okozati összefüggések nyilvánosságra kerüljenek. Ez a film, amiről beszélünk, és amit a szövetkezett televízió minden kedves nézőjének, meg minden magyar és nem magyar embernek, tudom, hogy feliratok is készültek idegen nyelveken, azért mondom ezt, tiszta szívből ajánlok. Éppen erről szól. Tehát Drábik János az a személy, akinek a tudása, de a tudása semmi, mert sok ostoba történész van, akinek nagyon sok tudása van, viszont Drábik János az a személy, aki az összefüggéseket olyan mélységben tudja megítélni, amely mélységig kevesen jutnak el a mai világban, és itt nem csak a magyarság szellemi vezetőiről, hanem a nyugati értelmiség, a Trianonért felelős nyugati értelmiség mai utódairól is beszélek, és őrájuk is gondolok. Tehát emiatt fontos az, hogy mindenféle angol, francia, német, román és egyéb sok-sok nyelvű felirattal be lehessen mutatni Németországban is, például Franciaországban is. Úgyhogy ez az egyes pont, amit el kell mondjak, hogy az okok és az összefüggések és a következmények, de a mély okok, azok szerepelnek ebben a filmben. Tehát aki igazán meg akarja érteni ennek a régi magyar királyság, az 1000 éves királyság szétdarabolását, ezt a filmet látnia kell. Köszönjük szépen, és természetesen készülünk majd egy újabb filmre is, amiben remélem ugyanúgy összetalálkozik majd dr. Drábik János és Raffai Ernő is, amikor a Szent Koronáról és a Magyar Királyságról készítünk filmet, illetve arról az értékrendről, amit a mai kor is átvehetne, illetve megvalósíthatna, mert ugye nem teszünk le róla, hogy még visszatérjen az a politikai rendszer és az az értékrend, amely 1000 éveken keresztül segítette a magyarságot a megmaradásban. Hogy látod ma a mai társadalmat, a mai nemzetet, ezek az arányok ebben a három csoportban változnak-e? Kap-e nagyobb teret azoknak a száma, akik tisztán látják, hogy mi történt Trianonban, és szeretnék, hogyha erre jogi, erkölcsi és akár revíziós igazságszolgáltatás történne? Valóban ezt tartom a mostani 21. század elejé magyarság egyik, a sok közül az egyik fontos kérdésének, hogy mit tudunk kezdeni Trianonnal. Ugyanis az akkor meghozott határaink, tehát a szétdarabolásunk, az most is pontosan ugyanúgy, még 1947-ben 3 faluval Pozsonytól délre súlyosbítva megvannak. Nagy kérdés az, hogy a most élő magyarok, a kárpát-medencei magyarok, én sose a csonkaországi magyarokról beszélek, csak amikor azt a szót mondom, hogy a magyarok közül körülbelül milyen arányban gondolják azt, hogy ez a bizonyos harmadik lehetőség, tehát az, hogy valamilyen módon háborúval vagy békével visszaállítsuk a régi magyar királyságot. Nem magyar köztársaságot mondtam, magyar királyságot. Államjogi szempontból a stabilitást, nem csak a múltba gyökerező stabilitást, hanem a napi politikai stabilitást is a királyság bizonyítja, zárójel bezárva. Úgy látom, hogy
a mai Csonkaországban a durván 9 millió magyarnak vagy a fele, vagy még több, mint a fele, azt mondja, hogy fogadjuk el Trianont. Ennek nem az az oka, hogy ezek ostoba emberek, itt megtévesztette a magyarokról van szó, akik a kommunista évtizedekben, meg a úgynevezett de facto ellopott rendszerváltozás óta eltelt 30 liberális évben azt hallották, hogy Trianonról beszélni, határkérdésről beszélni, valami szörnyűség, valami szélsőséges gondolat, nem nemzeti önvédelem és a jövő meglátása, hanem szélsőséges gondolat, és az emberek azt mondják, hogy jobb a békesség, ne beszéljünk erről, stb. A második lehetőségként én az autonómiát mondtam. Rendkívül fontos tényező, támogatom is a székelyföldi autonómiát, de kérdezem, hogy akkor az erdélyi szórvány magyarsággal mi lesz? Kérdezem, hogy a felvidéki, a kárpátai végveszélyben lévő magyarsággal mi lesz? Kérdezem, hogy a délvidéki, vagy a burgenlandi, ugye a várvidéki elosztrákosodó, osztrák-németesedő magyarsággal mi lesz? Tehát az a helyzet, hogy úgy látom, hogy drasztikusabb, ám nem irreális megoldása a valamikori területi revízió. Hogyha Horthyék meg tudták csinálni egészséges magyar lélekkel az ország gazdaság és katonai és mondom lelki fejlesztésével és erősítésével, akkor mi magyarok most se vagyunk sokkal rosszabbak, mint az akkori magyarok voltak, most is meg tudjuk csinálni. Egyszerűen csak azt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy döntsük már el. Döntsük már el. De nem tudjuk eldönteni, mert például én ezt a gondolatmenetemet a magyar televízióban soha semmikor, egyetlen egyszer sem a rádióban, soha semmikor nem mondhatom el. Ez fájdalmas, nem az én személyem miatt, mert nem örülök annak, hogy öltönyt kell vegyek, és be kell menjek, meg taxi oda, taxi vissza, hanem hogy az embereket elzárják attól, hogy ezeket a fontos gondolatokat magunk között, magyarok között megvitassuk. Én értem, hogy meg kell a másságot vitatni, főleg nagy választás előtt, de hát azért kell, hogy legyen magyar stratégiai gondolkodás. És a trianoni kérdés megoldása az a magyar stratégiai gondolkodás legfontosabb feladata. Mostanság mivel töltöd az idődet? Hát a nyár nagyon szép volt, mert voltunk több hetet Erdélyben, voltunk kétszer is Szarajevóban, megnéztük a Dél-Dalmáciát, még majdnem Montenegróba is eljutottunk, és ott látja az ember a magyar emlékeket, és megnyílik a szíve arra, hogy azért a magyarok az elmúlt 1000 évben itt a Kárpát-medencében és a szűkebb és tágabb környékén képesek voltak nagyon komoly alkotó munkára. Én akárhova megyek, akár turistaként, mindig ez jár a fejembe. Jelen pillanatban könyvet írok, mint mindig, hála Isten, politikai és egyéb feladataim mi a témája? Nincsenek. Hát lassan a végére jutok a szabadkönyves témaköreimnek. Most jelenik meg két héten belül egy kötetem, amelyben nyugat-európai szabadkönyvesek 914 előtti budapesti látogatásait térképezem föl, azt a kapcsolatrendszert, hogy a francia, akkori francia liberális szabadkönyves, németellenes, magyarellenes kormánypolitika hogyan akarta belülről meggyöngíteni Magyarországot, alapvetően német ellenes éllel, de Magyarország belepusztult. Úgyhogy Trianon előéletének egyik fontos témáját dolgozom föl, és a következő köteteim is ezek lesznek, és akkor majd egyszer visszatérek az erdélyi témakörökhöz, amiben pályámat kezdtem. Továbbra is a megjelenő könyveit az Angyali Menedék, vagy a Magyar Menedék könyvesbolt ámosítja? Hát a Kárpátia Stúdió Szakács Árpád a tulajdonosa adja ki a könyveimet, és úgy tudom, hogy mindegyik könyvesbolt hálózat árusítja, csak az ilyen Libri, meg ilyen Nyominger könyvesboltokba sose teszik a kirakatba, de nem baj, akárhol meg lehet keresni a könyveimet. Ennél nagyon szépen köszönjük, sok szeretettel várunk a Szövetkezet TV stúdiójában, és mindazokat a gondolatokat, amiket a nagy médiákban nem engednek elmondani, azokat mi nagy fülekkel és szemekkel hallgattánk. Szeretettel várunk. Köszönöm szépen, várom.